amikor jelöltek a díjra, megkaptam ezt a felkérést, hogy én is szerepeljek a jelöltek között, akkor nagyon elcsodálkoztam. Igazából nem értettem, hogy miért pont én, hiszen nem csináltam semmi különöset. Hozzám talán csak annyit, hogy már 4 éves koromtól szerveztem a gyerekeket az utcánkba, különböző eseményekhez, és hát most is ezt csinálom, csak felnőttekkel. De félretéve a tréfát, amikor gondoltam, hogy itt állok, akkor arra gondoltam, hogy valami olyasmiről beszélnék, amit igazán fontosnak tartom, ami talán önök számára is érdekes lehet. Először arra gondoltam, hogy beszélek a kisfiamról, Elikről, aki a címkézés elég szerint súlyosan halmozottan fogyatékos, arról, hogy amikor néhány hónapos volt, hogy vettek a fejemhez azt, hogy ő olyan, mint egy növény, vagy a intézetbe is csináljunk másik gyereket, hogy lehetett ebből a sokkoló szakember által mondott dologból felállni, és megerősíteni magamban azt, hogy ő ugyanolyan gyerek, mint a többi, hiszen minden gyerek egyformán gyerek. Vagy hogy arról beszélek, hogy milyen Magyarországon az ellátórendszer, hogy a fogyatékos gyerekek nevelő családok nem tudnak akadálymentesen élni. És ez nem csak fizikai akadálymentességet jelent, amit én nap mint nap megtapasztalok az Erikkel, amikor el kell jutnunk egyik helyről a másikra, hogy több tízezer hozzánk hasonló család van, aki nem kapja meg havonta azt a minimumot sem, amiből a hónap végéig kenyeret tud venni, és akkor nem is beszélve a vinasz számáról, vagy arról, hogy egyáltalán a gyógyszerekre költse. De aztán arra gondoltam, hogy olyasmiről beszélnék, amit mi elértünk, mi hétköznapi emberek elértünk, ami egy valódi változást hozott, és amit bárki itt a teremben el tud érni. Azt, hogy egy célt határoztunk meg, szövetségeseket állítottunk magunk mellé, és cselekedtünk. Amikor szeretnél egy változást elérni, akkor nagyon fontos az, hogy azt, akiknek az életében változást szeretnél elérni, azoknak valóban az érdekeikről szóljon. Hogy valóban valami olyasmi legyen, ami húsba vágó, ami valóban érinti az érintettek érdekét. A semmit rólunk nélkülünk ellenállunk azt jelentette, hogy összegyűjtöttünk minden olyan problémát, ami a sérült gyereket nevelő családokat érintette, és aztán kiválasztottunk a 4A4-es oldalnyi problémakötekből egyet, hiszen nem választhattunk többet, mert egyszerre csak egy dolgot lehet elérni. Ezután információkat gyűjtöttünk, és megnéztük azt, hogy mi az, ami a legfontosabb. Így lett az ápolási díj ügye. És még azok az emberek is, azok a szülők is, akiket nem érintett ez a dolog, úgy gondolták, hogy ebbe kell lépni először, hiszen ez az, ami a legsürgetőbb, az a legintetőbb dolog. Információkat gyűjtöttünk arról ezután, hogy milyen a külföldi helyzet ebben a témában. És rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen külföldön, már a környező országokban is régen megoldották ezt a helyzetet. Hiszen az, aki otthon ápolja súlyosan beteg, vagy tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját az év 365 napján, napi 24 órában ez egy munkát végez. Az, aki eteti, öltözteti, sokan fordítani kell, hiszen még önmagától fordítani sem képes, és éjszaka ügyelni kell mellette, vagy beadni egy életmentő gyógyszert, az óriási kihívásokkal néz minden nap elébe. Ezt csak a nagyon-nagyon erős emberek tudják megtenni. Tehát meghatároztuk a célt, hogy az otthonápolást ismerjék el munkaként, és legalább a mindenkori minimálbér járjon érte. Nagyon fontos volt az, hogy ebben az időben, aki az otthonápolók havi juttatása az 21 néhány és 41 néhány ezer forint között mozgott, az emelt családi pótlékkal együtt is 50-valahány ezer forint, és a illusztrációként egy WC ülőke, ami ahhoz segít, hogy a sérült gyereket az illemhelyet használni tudják,
akkor is már támogatottan 68 000 forintba kerültek. Tehát információkat gyűjtöttünk, stratégiát kellett felállítanunk, hogy ki kellett találnunk azt, hogy milyen módon fogjuk elérni a célunkat. Ezután meg kellett találnunk azt a személyt, akinek a döntésén múlott az, hogy mi célba érjünk, ő volt a célszemély. És ezután meg kellett terveznünk azt, hogy hogyan fogunk hatalomra szert tenni. Hiszen akinek pénze van, az gazdasági hatalomra tehet szert, és az gyakorlatilag ezzel a gazdasági hatalommal nagyon sok mindent el tud érni. Nekünk egyetlen egy hatalmunk van, ez az emberek támogatása. Hogyha minél több ember mellénk áll, akkor óriási hatalomra tudunk szert tenni, ezzel nyomást gyakorolni, és el tudjuk érni a céljainkat. Mi ebben az egy hatalomban tudtunk hinni. Nagyon sokan mondták nekünk, hogy ők nem tudnak semmit csinálni, mert dolgoznak, elfoglaltak, nincsen idejük, mert gyerekeik vannak, mert nagyon kevés fizetést kapnak, mert azt a keveset is féltik, és nem tudnak eljönni, amikor egy kiállásunk van, vagy egyáltalán semmit nem tudnak tenni. Nekünk ez mind ugyanígy megvolt, és mégis cselekedtünk. Olyan akciókat találtunk ki, olyan cselekvéseket, amiket két etetés, hát nem virasztott éjszakák után is meg tudtunk tenni. Ilyen volt az, amikor 700 levelet küldtünk el, több mint 700 levelet küldtünk el országgyűlési képviselőknek. Vagy ilyen volt az, amikor egy otthonápoló anyuka egy napját filmre rögzítettük. És ilyen volt az, amikor híres embereket kértünk meg azért, hogy végezzék el az otthonápolást és mondjuk el a véleményüket, mert azt gondoltuk, hogy ha a híres emberek elmondják azt mellénk állnak, akkor nekik hinni fognak az emberek. Így volt az, hogy Imre Géza olimpikon vívó értetlenkedett, hogy nem ismerik el még az otthonápolás munkaként. Vagy Dacfi János költő próbálta megetetni a kis Eriket, de nem sikerült. Vagy Zala György kajakkenus emelgette többször, és borzalmasan elfáradt egy nagyon erős ember. Tehát akciókat szerveztünk, és nagyon-nagyon fontos még egy kulcsmomentum az, hogy legyenek szövetségeseid, legyenek támogatóid. Hiába van egy célod, hiába van egy jó ügy, ami mellé állsz, hogyha nincsenek támogatóid, szövetségeseid, akkor tulajdonképpen nem érsz el semmit. Nekünk is ilyen támogatóink, szövetségeseink lettek, közöttük például az Ahang platform, ahol elindítottuk a petíciónkat, és ilyen szövetségeseink voltak azok a több száz ember, akik több mint 200 településen aláírás gyűjtöttek nekünk, vagy kiragasztották azt a több ezer otthonápolás munka matricánkat különböző helyekre, altókra, ablakokra, autókra. Valamint csodálatos volt az, hogy a média az ügyünk mellé állt, és több száz média megjelenése lent meg rólunk rövid hónapok alatt. Megjött több mint 50 ezer aláírás sikerült összegyűjtenünk. Több száz média megjelenés volt, hatalomra tettünk szert, és ezért a döntéshozó kénytelen volt lépni. Október 12-én a születésnapon volt, amikor Orbán Viktor egy interjúban elmondta, hogy valóban nem figyeltek eléggé ránk, nem figyeltek eddig az otthonápolókra, és valóban jogos a kérésünk, és ezért január 1-től minden otthonápoló, gyerekügyen otthonápoló 100 000 forintot fog kapni, és ez 2022-re eléri majd a minimálbért. Mi épp a gyerekeimmel ünnepeltünk, és azt mondtam, hogy ennél szebb születésnapi ajándékom még nem nagyon volt, mert mi hétköznapi emberek elértünk valami olyan óriási változást, ami több tízezer embernek az életébe fog jelentős változást elérni. Egy dolgot megtanultunk, nagyon-nagyon sok kihívás vár még ránk, hiszen nem értük el a célunkat. Hiszen a sérült gyerekeknek nincsenek intézmények, iskoláik, életpályamodelljük, az idős gondozás romokba hever, nagyon-nagyon sok a kihívás. De egyet tudunk, hogy most már igenis is hiszünk, és bízunk abban, hogy igenis is el lehet érni változást. Együtt, közösen, felelősen. Végezetül engedjék meg, hogy elmondjak egy idézetet, amit egy Marton Viki, egy anyukatársam talált, amikor az Egyesületünknek az első honlapját
készítettünk, és ez az idézet ez gyakorlatilag elkísér minket azóta is. Ez egy Huxley idézet, és így hangzik, hogy nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, hogy mit teszünk benne. Köszönöm.